Készül a fénytechnika a partrendezvényház termében, a szakemberek ugyanis már az utolsó simításokat végzik az épületben. Az önkormányzat már korábban megvásárolt az egykori Mofilm kultúrházat, ami egykor a város kulturális életének egyik jelentős helyszíne volt, majd pedig több mint 10 évig üresen állt. 2019-ben elkészültek a rekonstrukciós tervek, majd 2020-ban csak nem 500 000 000 forintból teljesen megújult az épület. A munkálatok során kicserélték az elektromos és fűtés hálózatot, a burkolatot, új szint kapott a homlokzat, de kicserélték a tetőt, a nyílászárókat, és napelemeket is elhelyeztek az épületen. Jelenleg az utolsó simítások zajlanak, mint kisebb festék, javítások, apróbb szerelési munkák. Valószínűleg, hogy január végéig elkészült teljesen az épület, a bútorok berendezése is nagyjából minden a helyén lesz, aztán hát az élet majd eldönti, hogy mikor tudunk nyitni. Mi már 2 időpontot kitűztünk, amit el kell halasztanunk, már a másodikat halasztjuk el, de hát majd meglátjuk, hogy mikor tudunk nyitni a szabályozásoktól függően. Az épületet úgy alakították ki, hogy több típusú rendezvényt is meg tudjanak tartani, legyen szó bálokról, konferenciákról, kiállításokról, de az egész épület mellett lehetőség lesz egy-egy helyiség bérlésére is. Az intézmény önálló költségvetési szervként Futura Élményközpont és Rendezvényház néven működik a Moson-Magyaróvári Interaktív Természettudományi Élményközpont. A Futura keretein belül üzemeltetik majd a felújított egykori Mofilm kultúrházat is partrendezvényház néven. Futurával együtt fog működni ez a rendezvényház, úgyhogy a dolgozóink szinte mindegyike mind a két helyen fog dolgozni. Hát most itt van több munka, úgyhogy most itt vannak a kollégák. A bútorokat csomagoljuk ki, amit szükséges, össze kell szerelnünk, ez elég sok munka, úgyhogy most ez folyik. A part rendezvényházat a tervek szerint egy esküvő kiállítással nyitnák majd meg, amint arra a korlátozások lehetőséget adnak. Hosszú távú célok között szerepel pedig, hogy nem csak a város és a környékének lakóit szolgálja ki a létesítmény, hanem akár az ország más részéről is érkezzenek vendégek, ezzel pedig növeljék a város idegenforgalmát.